Sziasztok! Nézzünk bele a kártyákba, mit üzennek neked a kártyák? Nézzünk bele a kártyákba, elhoztam nektek a Réka Scout kártyáimat, eztet a Scout kártyákat meg is vásárolhatjátok nálam, mint ahogy látjátok. Szóval arról van a szó itten teljesen, hogy intuitív legyen a lélektársad, vagy inkább megbocsájtó, intuitív lesz, nőies, befogadó, szerető, meleg, empatikus. Mit látok még itt? Eddig elég határozatlan volt, de én úgy látom, hogy tudatosodnak benne a dolgok, igen, tudatosodnak benne a dolgok, és itt a vonzó energia közöttetek is. Ő teljesen eddig visszahúzódott egy az egyben, de most elér egy olyan stabil érzést önmagában, és érzi ezt a közeltséget, ezt a gyengítséget hozzád, valamint itten egy váratlan meglepetés tervez, ezen dolgozik teljesen, és mit látok itt még, valójában itt lesz, sikeres lesz, és itt van a lélektárs, valamint, hogy ő a lélektárs, teljesen érzi a harmóniát. No, hát ezt nem is tudtuk, hogy ő a lélektárs, ugye? És teljesen megérkezik itt önmagában, nézd, jól érzi magát, és akarja az új kezdetet. Hó, hát nézd, és ő téged ellenőriz, ő téged titokba figyel. Igen, és most már tényleg szomorú, mert felismerte dolgokat, felismerte, hogy te vagy neki a nagy szerelme, és nézd, mi jött itt ki. Hát az jött ki tényleg, hogy itt kívülről is, itt a nagy szerencse. Hát ez ám igen, rakjuk ki a kártyákat, hogy mit üzennek te neked, nézzünk bele. Mit üzennek a kártyák te neked? Ő titokban téged figyel, hát ezt nem is tudtuk, ugye? Nem is tudtuk, ezek a lélektársak, jaj, ezek a lélektársak milyen félősek, és akkor titokban figyelnek téged, de itt van a szívhercek, ajjajajajaj. Nézzünk csak bele, mit is üzennek. Mit üzen a szívherceg te neked? Nagyon jó. Hát ő tényleg a lélektárs kapcsolatban néz. A gyengétségre, a közeltségre, a váratlan meglepetésre. A tudatalattiában mit látok? Hát azt látom a tudatalattiában valójában, hogy itt van valójában tényleg, hogy itt a siker, az mit jelenti? Az, hogy ő stabil fog lenni, és akkor sikeres fog lenni, hogyha arra fordítja amit szeretne, arra nézne, azt figyelni, és akkor a tudatalattiában tudja, hogy vissza kell, hogy húzódjon, hogy szembe kell, hogy nézzen a saját érzéseivel, úgy látom. És nézd, ő téged tényleg titokban figyel, és ez az önszeretetével, az önbizalmával van összekötve, ez karmikus, szóval nem elég erős még ő arra érzi, ha bár itt a szerelmet tudatosodik benne, és azt is látom, hogy kommunikálni fog veled. Neked is az önszereteted játszik egy szerepet, te megérkeztél önmagadban, és ott azt látom, nálad is a siker. Valójában te kifelé nézel, az mit jelent, hogy most ő lehet, hogy nem is annyira téged érdekel, hogy te kifelé nézel, és lehet, hogy ezzel érted el, hogy hátat fordítottál neki, hogy te a saját dolgaidat nézed, csinálod, és azzal vagy elfoglalva, és azt látom, hogy a tudatalattiba valójában hát játszik egy szerepet itten, mint ahogy látom, játszik egy szerepet valójában, hogy hát te gondolkodsz ezen is, ez is egy ilyen karmikus dolog itt van valójában nálad. Magad mögött hagyod ezeket a mérgelődéseket, teljesen hiszel magadba, önmagadba, megnézed az érzéseket, felelősséget válasz, és ami téged bánt, vagy ami téged terhel, azt kimondtad, úgy látom, hogy kimondtad egy az egyben.
Mit látok most itt a szívhercegnél? Hát a szívhercegnél azt látom valójában, hogy itt van neki is a szerencső. Kívülről szeretne egy szerencsét, te veled elérni egy szerencsét, mert ő nagyon szomorú, és most már felismerte dolgokat egy az egyben, azért is figyel téged. És szeretne tényleg veled egy új kezdetet, egy családdal, lehet azt is, meg azt is szeretné elérni valójában, hogy ő jó érezze a bőrébe magát, ezen dolgozik egy az egyben, hogy ezen dolgozik, hogy is oldja ezt az egészet meg. Hát most mit látok nálad? Hát nálad azt látom, hogy neked is fejlődnöd kell, fel kell emelkedni ezen a dolgokon, az önszeretetedet még jobban kell, hogy serkentsed, még jobban kell, hogy figyeljen, még jobban kell, hogy kisugározzad valamint, mit látok? Hát azt látom valójában tényleg, hogy kitartó legyél, hogy bátor legyél, merész legyél, valamint, hogy lépni tudjál, de legyél kicsit diplomatikus, az azt jelenti, hogy amit el szeretné érni, hogy azt úgy mondd ki, de amikor te azt kimondod, akkor úgy mondd azt ki, hogy a másik azt megértse, de lehet, hogy egy kicsit olyan a virágok között mond ezeket a szavakat, vagy ezeket a mondatokat ki, hogy ne sérts meg a másikat, mondjuk úgy inkább, és akkor ez ilyen teljesen ilyen spirituális változás, valamint úgy látom egy az egyben, itt van nálad is, hogy vannak a változások, az azt jelenti tényleg, hogy te neked is az intuíciódat kell, hogy serkentsd az intuíciódat, a befogadást, a női energiát, valamint a megbocsájtás játszik nálad egy szerepet. A megbocsájtással egy kicsit határozatlan vagy, és nem is tudod, hogy mikor, hogy, vagy mit tegyél, vagy mit évő legyél, és azt látom tényleg egy az egybe, azt látom, hogy tudatosodik benned. Teljesen átszervezed itt az életedet, és teljesen, hogyha lassan is te azt mondod, igen, megbocsájtok, mert akkor én szabad leszek, elengedem a dolgokat, mindent, ami engem terhel. Hát ő téged tényleg titokba figyel, más nem tudok neked mondani, ő téged szeret, bízik benne, ez karmikus, nézd, a sikerrel stabil lesz, minden szuper. Remélem ez tetszett, ha tetszett, lajkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Iratkozzatok fel a csatornámra, köszönöm nektek, sziasztok, Valéria, sziasztok!